A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja önöket Séda Zoltán. Szép napot kívánok, 1989-ben járunk. Ebben az évben robbant be a Bonanza Banzájtól az Induljon a Banzáj. Ebben az évben hatalmas botrány volt a matek érettségi körül, valakik kiszivárogtatták a tételeket. Végül a matek érettségit érvénytelenítették, és mindenki az évvégi osztályzatát kapta meg érettségi jegyként. Most jöttetek ki az orosz érettségi írásbeliről. Itt is volt bunda? Nem, hát én nem hiszem, hogy volt, ez lehetetlen. Szerinted? Hát biztos, hogy nem volt. Mateknál sem volt nálunk. Mi a véleményetek a matek írásbeli tételek kikerüléséről? Hát szerintem ez bosszantó, mert van, akinek ez az érettségi sokkal jobban sikerült, mint az évvégi jegy, amit állítólag azt fogjuk megkapni. Pest és Fehérvárra nem egy olyan nagy távolság. Ide nem jutott el a tételeknek a száma? Hát én nem tudok róla, de hát nem hiszem, mert akkor gondolom, hogy az osztálytársaim ezt fölvilágosítottak volna bennünket. Engem biztos, hogy tájékoztattak volna, mert én nem vagyok az igazi nagy matekos, és biztos, hogy megjött volna a híre. Szerintetek ezért az egész botrányért ki a felelős? Hát egyértelműen akik kiadták, mert a diákok azok diákságuknak fogva is továbbadják ezt a hírt. Ki az, aki örül, hogy az évvégi jegyet kapja meg? Hát, hát ötöst kaptam évvégén, és úgy érzem, ez nem sikerült olyan jól, mint ahogy amire számítottam. Egy kicsit talán nehezebb volt. Azt hiszem, hogy aki még akar, az úgyis javíthat a szóbeli, sőt, ez még talán nem is biztos, hogy az évvégi jegy fog belekerülni. Én nem tudok róla biztos. Mit javasolnátok, hogy mi legyen? Hát szerintem ez jó, hogy nem, az semmiképpen, hogy újraéljük. Hát szerintem majd fönt eldöntik, hogy mi lesz, és meg megcsináljuk. Salai Judit tanárnő tegnap felügyelte a matek érettségén. Vette észre valamit? Tulajdonképpen az izgalmon és a normális félszent találgatáson kívül semmit nem vettem észre, sőt, halva erről a pesti botrányról, tulajdonképpen itt a gyerekek még kínlódtak, tehát kimondottan lehetett rajtuk látni a kínlódást, aztán szóval egyszerűen itt nem tudom feltételezni, hogy valaki is tudta volna a tételeket. Azok a gyerekek, akik mondjuk nálunk is itt írtak. Tehát nem vettek részt semmiféle ilyen illegális módon tételszerzéshez. Szóval ezeknek a gyerekeknek ilyen szempontból nem lenne jogos, ha újra meg kellene élniük szombaton, főleg akik még felvételiznek is. Mert én azt tartanám jogosnak, hogy esetleg azok a pesti iskolák, vagy nem tudom, hogy még hol volt ilyen, azokkal megiratnák újra. Ez volt már a Napi Retro, nem sokára ismét találkozunk, valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.